Az ukrán fegyveres erőknek jelenleg nincs szükségük állománynövelésre, ezért csak meghatározott szakembereket mozgósítanak a hadseregbe, közölte Olekszi Reznyikov egy rádióinterjúban. A védelmi miniszter elmondta, a mozgósítással kapcsolatos feladatokat a vezérkar állapítja meg. Meghatározza a háború egyik vagy másik pillanatában szükséges erő- és eszközszükségleteket, és felméri a veszteségeket. Hozzátette, hogy a vezérkar egyértelműen tudja, hogy hol, milyen típusú erők vagy csapatok pótlására van szükség. A védelmi tárca vezetője kifejtette, hogy ma már a mozgósítási igényeket konkrét szakemberek megkeresésével elégítik ki. Elég sok embert mozgósítottak már az ukrán hadsereg soraiba, és jelenleg elsősorban drónkezelők, informatikusokra, híradósokra, tüzérekre van szükség. Különösen olyan szakemberekre, akik képesek gyorsan elsajátítani a NATO szabványoknak megfelelő, bonyolultabb fegyverrendszereket, amelyeket jelenleg a hadseregünk kap, mutatott rá Olekszi Reznyikov. Ukrajnában a vállalkozások áttelepítését biztosító program kezdete óta 710 cég települt át biztonságos régióba, közülük 500 már újra kezdte működését, jelentette be Alekszandr Hriban, gazdasági miniszter helyettes a telemaraton adásában. Elmondása szerint a legtöbb vállalat Ukrajna nyugati megyéibe helyezte át központjait, ebből 29% a Lembergi járásba, 18% Kárpátaljára, 12% pedig Csernyivcsi megyébe települt át. Hriban egyben megjegyezte, 576 vállalkozó elutasította az áttelepítést, mivel időközben a hadsereg felszabadította azokat a területeket, ahol cégük eredetileg be volt jegyezve. A gazdasági minisztérium jelenleg 515 vállalkozás számára keres áttelepítési helyszínt, tette hozzá a miniszter helyettes. Augusztus 14-e és 17-e között tartották Máriapócson a 27. Megmaradni nevű görögkatolikus ifjúsági találkozót a 17 évnél idősebb korosztály számára. A háború a kárpátaljaiak mindennapjaira is rányomja a bélyegét. Sokan annyira leragadnak a szürke hétköznapok gondjainál, hogy nem hallják meg az Úr hívó szavát, fogalmazott Pindzsú István görögkatolikus atya előadásában. Főleg a fiatal generáció van veszélyben, ezért most még fontosabbá válik az egyház szerepe, ahol a fiatalok megerősítést kaphatnak, mondta az atya. Többek között ezt a célt szolgálják a nyári egyházi táborok, ifjúsági találkozók is. Ez a szó nagyon sok mindent mond, hogy megmaradni a hitben, a szeretetben, a hűségben, az igazságban. És nagyon sok olyan dolgot találtam, ami mai világban épp, hogy az elköteleződés hiánya van mellette, vagy hogy nem nagyon merünk elköteleződni, és kivált képig ez a fiatalságra, hogy egy kicsit úgy óckodnak, félnek tőle, hogy valami mellett lerakják a voksukat és lehorgonyozzanak. Hát én erre próbálok már tegnap is, meg próbálok már ma is az előadások keretében néhány támpontot adni, hogy hol lenne érdemes lehorgonyozni és megmaradni egy életre. A görögkatolikus ifjúsági szervezet 2001-ben alakult Kárpátalján. Fennállása óta összegyűjti és erősíti azokat a fiatalokat, akik a helyi magyar görögkatolikussághoz tartoznak. Ezt a célt szolgálja az immár 27 éves múltra visszatekintő megmaradni ifjúsági találkozó is. Ugye most a megmaradás az most olyan érdekes helyzetben vagyunk, hogy most nem csak Kárpátalján való megmaradásról kell beszélnünk, hanem azok a itt élő kárpátai ismerőseink, akik már itt Magyarországra akár átköltöztek, itt tervezik az életüket, vagy szeretnének visszajönni Kárpátaljára. Sokfajta téma van, amiről lehet beszélgetni, és miben kell, milyen értékben kell megmaradniuk ezeknek a fiataloknak, hogy megmaradjon kereszténynek, hogy megmaradjon közösségi emberként, tartozzon egy közösséghez, amelyben úgymond elindult, és amelynek része. Ezek a nagyon sok, nagyon színes és vegyes témái vannak, de megmaradás, mindig valamiben való megmaradásról beszélünk. A Jóistenek a bölcsessége, a gondviselése azért ott van mindig mögötte, de érezzük, hogy mindig ilyen nehezített pályán vagyunk. Most is ugye a körülmények nem a legalkalmasabbak, de mi hiszünk, hogy ha van a Jóistenek terve velünk, akkor meg fogunk maradni, és akkor ő azt segíteni fogja a munkánkat, a tevékenységünket, és mi azért, ami tőlünk telik, ezt meg akarjuk tenni,
ami pedig a Jóistennek az ügye, az ő része, az pedig ő majd megteszi, és ő majd ki fogja egészíteni ezt a tevékenységünket. A szervezők kiemelték, a megmaradni görögkatolikus ifjúsági találkozó nem csak az együttlétről szól, hanem arról is, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek Istenhez és megerősödjenek hitükben. Szeptember 1-én indulnak azok az aukciók, amelyeken olyan állami objektumokat adnak el, amelyek értéke nem haladja meg a 250 millió hrivnyát. Ezt a projektet kis privatizációnak nevezték el. Most minden régióban megállapítják, melyek azok az épületek vagy veszteséges állami vállalatok, amelyeket elárvereznek. Már 5 objektumot készítettünk elő. A törvény aláírása után ezek az objektumok felkerülnek a Prozorro elektronikus rendszerbe, és megkezdődik a privatizációs eljárás. Előkészítjük a 6. létesítményt, a Bátyúi kenyérkombinátot is, de erre később kerül sor, mert a vállalkozás már régóta nem működik. 2015 óta nincs ott semmiféle vezető személyzet. Most helyreállítjuk a dokumentációt, és előkészítjük ennek a létesítménynek a privatizációját. A tulajdonos, azaz az állam felméri az ingatlan értékét és árverésre bocsátja azt. Az épületek nem mindig alkalmasak vállalkozói tevékenység folytatására, ezért legtöbbször a földjéért vagy logisztikai elhelyezéséért folyik a küzdelem. Az online aukciókhoz bárki hozzáférhet, magánszemélyek, jogi személyek, helyi közösségek. A korlátozás csak orosz állampolgárokra, offshore cégekre és szankcionált személyekre vonatkozik. Ilyenek például az agresszor ország állampolgárai, vagy offshore zónákban bejegyzett jogi személyek, amelyek kedvezményezettjei az agresszor ország állampolgárai, vagy ott részesedéssel rendelkeznek, valamint a szankciós listán szereplők és számos egyéb személy. Az állami vagyonalap arra is kitér, hogy az új tulajdonosok nem csak helyiségeket vagy telkeket vásárolnak, hanem kötelezettségei is lesznek. Amennyiben a kenyérgyár nem fizette ki korábban a munkásai bérét, akkor az új tulajdonosnak kell rendezni a tartozásokat. Ezt figyelembe kell venni az ingatlan megvásárlásakor.